Új év, új élet. Sokan kezdik ezzel a gondolattal az új esztendőt. A fogadalmak közt leggyakrabban valamilyen káros szenvedély elhagyása, az idő hasznosabb beosztása és persze az életmódváltás szerepel. Sokan szeretnének fogyni, egészségesebben élni, rendszeresen sportolni. Sok olyat látunk, hogy egy ilyen hirtelen jött ötlettől vezérelve, valaki lejön, látjuk itt egy-két hétig, aztán eltűnik. Tehát mindig szerintem az a legfontosabb, hogy először a saját napi rendjébe határozza el, hogy a hét mely napjain, hány órakor, milyen módon, mikor, milyen órára fog lejönni. Kezdőknek mindenképp érdemes személyi edző segítségét kérniük. Az ő dolguk, hogy a személyes igényeket és célokat szem előtt tartva a lehető leghatásosabb és legbiztonságosabb módon adjanak tanácsokat az edzéshez. A fogyáshoz és egészséges életmódhoz a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás egyaránt szükségesek. Az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet 2009-es táplálsági felmérése szerint a magyar lakosság kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. Több zöldséget, gyümölcsöt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kevesebb cukrot, kevesebb sót, és oda kell figyelni a telített zsírsavak, illetve a tranzsírsav tartalmú élelmiszerek fogyasztására, mert ezek azok, amik elsősorban az elhízáshoz hosszú távon vezethetnek. A szénhidrát bevitel csökkentése mellett javasolt visszaszorítani a sok cukrot, sót és állati zsírtartalmat. Élelmiszereket. A testmozgásnak pedig legyen állandó helye a napi rutinban, javasolják a szakemberek.